Kedves nézőink, néhány héttel ezelőtt egy olyan szavaló verseny kapcsán interjúvoltuk meg a Bencs Villa igazgatóját, amelyre a jelenlegi magyar államhatárokon túlról, de a Kárpát-medencéből magyar ajkú fiatalok is érkeztek verset mondani. Most megint csak a határtalanul szó van a középpontban, de egy picit más értelemben. Vendégeink a stúdióban Gál Ottó, a Bethlen Gábor Gimnázium általános iskola és szakközépiskola igazgatója, és Gulyás Csaba, történelem és földrajzszakos tanár. Köszöntjük Önöket szeretettel. Mi is szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Ha már szóba hoztam ezt a logót, mindjárt fel is mutatom az elején, és akkor kedves igazgató úr, kérem, hogy meséljen ennek a hátteréről. Tehát egy olyan programról van szó, ennek a határtalan programnak a keretében, amelyet a Bethlen Gábor alapkezelő írt ki, és ennek a programnak a keretében az a célja ennek az egész rendezvénynek, illetve ezeknek a programoknak, hogy magyar gyerekek olyan helyekre, olyan területekre jussanak el, ahol szintén magyar anyanyelvű hasonló korú diákokkal találkozhatnak, de a határainkon túl. És így kerülhet arra sor, hogy jövő héten a mi iskolánknak is 32 diákja Romániába, Erdélybe látogathat, és ott iskolát látogatnak meg, illetve nagyon szép földrajzi tájakon is járhatnak. Ez azért is fontos egyébként, mert azért manapság elég kevés idő jut szerintem utazásra. Az a lehetőség, hogy a diákok nem csak Magyarországon belül utazhatnak, hanem ugye például Erdélybe is, ott is megismerhetik, vagy belekóstolhatnak abba a kultúrába, ez egy nagyon-nagyon szép dolog. Szerintem. Történelmi Magyarország valóban. Bizony. Annál is inkább, mivel az iskolánknak a névadója Bethlen Gábor, és hát amikor ezt a nevet adtuk az intézményünknek, amely egyébként éppen 10 évvel ezelőtt indult útjára, amikor Bethlen Gáborról neveztük el, akkor nagyon fontosan tartottuk azt a szellemi, hitbéli, erkölcsi embert, azt a személyiséget, akit példaként állíthatunk a gyerekeink elé is. Erről még lehetne egy-két mondatot hallani? Tehát mi volt az, amire a mai napig is büszkék, hogy ezt választották, ezt a nevet és ezt a személyiséget? Talán erről a kollégám Csaba többet tud mondani Bethlen Gábornak a személyiségéről, de amit mindenképpen tudni kell róla, hogy ő egy úgynevezett bibliás fejedelem volt, tehát ő az Istenbe vetett hitét, azt megvallotta emberek előtt is, nem csak önmagának, hanem csak Istennek, a harcokba is úgy indult, hogy közben imádkozott, és mi, akik egy egyházi iskolának vagyunk a működtetői, nagyon fontosan tartottuk ezt, hogy ezt a fajta hitüket, amit Bethlen Gábor is megélt, ami tanítványaink is megéljék. És mivel Bethlen Gábornak az uradalmi területe az a mostani Románia területén van, ezért is látjuk azt fontosnak, hogy azokra a helyekre ellátogassunk, ahol Bethlen Gábornak a nyomait fel lehet fedezni. Kedves tanár úr, mind történelem és földrajz, mind a kettő jól jön most. Igen. Tanár úr, merre lesz a túra? Nagyváradnál megyünk majd át a határon. Nagyváradon megyünk keresztül, aztán elérjük a Királyhágót, ugye a történelmi Erdélynek a határát. Onnan megyünk tovább Kolozsvár, Torda, Gyulafehérvár, és hát ugye, ahol Bethlen Gábornak a fejedelmi udvara volt éppen Gyulafehérváron, ott lesz a szállásunk közvetlenül Gyulafehérvár mellett. És valóban, visszatérve a Gál Ottó szavaira, mindenképpen azért is választottuk a Bethlen túrát, mert Bethlen Gábor iskolát is alapított. És az az iskola, amit 1622-ben ő megalapított Gyulafehérváron, azóta átkerült Nagyenyedre, viszont hát ugye 390 éves múlttal rendelkezik, és olyan tanulók kerültek ki onnan, mint Bolyai Farkas, Kőrösi Csoma Sándor, vagy olyan személyek tanítottak ott, mint Apácai Csere János, vagy Áprili Lajos volt egy darabig. Tehát mint iskolára is van mire néznünk. Igen, hát Bethlen Gábor európai mércével mérve is komoly uralkodó volt. Nem véletlenül a 2000-es hátoldalán, ugye ott a tudósai körébe. No, de ezek csak helyek. Találkoznak-e ottani iskolásokkal, magyar ajkúakkal? Természetesen. Mindig meglátogatjuk ezt a nagyenyedi magyar iskolát, ezt a Bethlen Gábor gimnáziumot, és ennek is érdekessége az, hogy óvodával kezdődik, és érettségivel végződik, mint ahogy a mi Bethlen iskolánk is, és találkozunk velük, ápoljuk a kapcsolatokat, megnézzük a tantermeket, ottani diákokkal kapcsolatba kerülnek, mi ottani kollégákkal ápoljuk a kapcsolatot, tehát mindenképpen ez benne van ebben a kirándulásban. Nem végeztem mérvadó szociológiai felméréseket, de van egy-két olyan tapasztalatom, hogy a tanulói ifjúságnak a 10 éves környéki része nem feltétlenül van azzal tisztában, hogy Kárpátalja Magyarország része volt mondjuk 1000 éven keresztül, vagy éppen Erdély, vagy a Párcium. Önök mit tapasztalnak a saját iskolában? Igen, ez valóban így van, és az még szomorúbb annál, hogy nem tudják, hogy nem is annyira érdeklődnek ezek után a dolgok után. Hát mi ezen szeretnénk azért változtatni, és hogy már vannak ilyen visszajelzések a mi iskolánkkal kapcsolatban is, hogy többen
úgy ismerik a megyében, hogy a történelmes iskola. Uh-huh. Ez hát ugye Csabának is köszönhető, meg azoknak a rendezvényeknek, amiket mi rendezünk, történelmi jellegű vetélkedőket, meg az ilyen túráknak is, hogy a gyerekeknek az érdeklődése a történelem és a történelmi Magyarország iránt is azért élénkebb legyen. Hogyan tudják tartani a lépést a mai modern dolgokkal? Hogyan tudják a diákokat arra ösztönözni, interaktív táblák? Mi található az iskolában, ami ilyen fontos jelentőséggel bír? Hát pontosan ezek, tehát uh-huh. interaktív tábláink vannak, számítógépeket használunk, filmeket, a legtöbb történelmi eseményről filmeket látnak, de át is adnám Csabának a szót, mert ezt igazából ő műveli ezt a területet. Igen, hát ezekre a kirándulásokra ugye elkezdődik a készülődés hetekkel korábban. Olyan órákat tartunk ekkor már, ami történelmileg is, földrajzilag is, akár szellemtörténetileg is ráhangolja a diákokat erre, és a buszon is van arra lehetőség, hogy DVD filmet nézzünk, kiadok feladatokat, tehát nem én mondom el feltétlenül azon a bizonyos tájon, a tordai hasadéknál, hogy az hogy keletkezett, mi a története, hanem a diákok mondanak ilyen dolgokat. Például van egy természetföldrajzi eredete, ami ahhoz köthető, ugye, hogy Mészkőhegység is, beomlottak azok a barlangok, amiket a patak kimosott, a másik pedig egy legenda, ami Szent Lászlóhoz kötődik. Úgyhogy itt ezt kiválóan lehet tanulmányozni. Hát Erdély, tényleg lépten nyomon, azt mondom, hogy felfedezésre váró terület annak, aki nyitott, és közben itt látunk képeket is, meg láttunk. Én oda sandítottam, például a Mátyás szobrot látok Kolozsvár környékén, és a többi. Még zárásképpen maradt egy fél percünk, és milyen a fogadókészség? Erdélyben? Igen. Nagyon örülnek, hogy magyarok oda látogatnak, és az, hogy a Betlen iskolában és szintén Betlen iskolások látogatást tesznek, ők igyekeznek is arra, hogy a magyarországi Betlen iskolákkal a kapcsolatot folyamatosan tartsák, és hát most már harmadszor várnak oda bennünket, hiszen tantestülettel és diákokkal is voltunk ott, úgyhogy nagyon örömmel várnak bennünket, nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki. És örülünk, hogy most már ezt így is megtehetjük, hogy ugye ennek a programnak a keretében most 800 ezer forintos támogatással tehetjük ezt meg, ez nagyon fontos, hogy a szülőknek a kiadásait is ezzel sikerül. Jó helyre kerül mindenképpen. Hálásan köszönjük, hogy elfogadták a meghívást, és szép élményeket kívánunk, meg sok sikert a továbbiakban is. Köszönjük szépen. Igen. Mi pedig egy rendhagyó szülői értekezleten megyünk tovább. Zseniális az ötlet szerintem. Igen, de semmi közelem lesz az iskolához, a színházhoz annál több, úgyhogy mindenki figyelmét kérjük.